Úgy lépett pályára Ferencváros Kisvárdán, hogy győzelme esetén matematikailag is bebiztosítja bajnoki címét. A hazaiaknál ugyanez volt a helyzet a bennmaradást illetően. A harmadik percben a 20-szoros válogatottként első NB1-es meccsét játszó Bogdánnak kellett védenie, majd a következő hazai lehetőségre a 26. percig kellett várni. Az első félidőben a Kisvárda volt aktívabb, majd fordulás után nem sokkal Jelena be is vette a Fradi kapuját, a játékvezető azonban érvénytelenítette a találatot. A folytatásban egyik csapat előtt sem adódott igazán nagy helyzet, így maradt a gól nélküli döntetlen. Ez azt jelentette, hogy elnapolták a bajnokavatást, illetve a Kisvárda először szerzett pontot hazai pályán a Ferencváros ellen. Mi azt játszottuk a Ferencváros ellen, ami a mi helyzetünkben fontos volt. Megszerveztük a védekezésünket, és a védekezésünkből próbáltunk átmenni kontrába, ami én úgy gondolom, hogy egy jó pár alkalommal nagyon jól sikerült. Sőt, voltak olyan időszakok, amikor mertünk futballozni is, bátran kijöttünk hátulról, birtokoltuk a labdát, helyzeteket teremtettünk. Az is elmond azért mindent, hogy ellentétben az elmúlt időszakokkal azért volt kapura lövésünk is most már, amit hiányoltam úgy a kupa mérkőzésen, mint a bajnoki mérkőzéseken. Egyetlen egy dolog hiányzott, a gól, amit végül is megszereztük, csak így visszanézve a tévében most a szituációt, én azt gondolom, hogy nagyon rossz döntés volt az alapvonali bíró részéről, vagy a vezetőbíró részéről hagyta magát befolyásolni az alapvonali bírótól, először megadta a gólt, utána visszavonták. A vendégek vezetőedzője az összeállított játékot és mentalitást hiányolt a csapatától. Sajnálom, hogy nem sikerült nyernünk ma, úgy gondolom, hogy nem értemeltünk volna ma győzelmet a mutatott játék alapján. Nem tudtunk eléggé előrefele játszani, elég támadóan fellépni, és úgy gondolom, hogy ez probléma, hiszen 13 pont előnyünk van, mi lenne, hogyha nem lenne ekkora előnyünk. Úgy gondolom, hogy a fiúknak emlékezniük kell arra, hogy itt is értünk el korábban, hiszen egy BL-ben szereplő csapat vagyunk, és ez erre emlékezniük kell. Different level of vision, different level of performance. A forduló további eredményei a következők: Budafok DVTK 1-2, Újpest Mezőkövest 3-0, Paks Zalaegerszeg 1-1, Puskás Akadémia MTK Budapest 3-0 és Budapest Honvéd Molfehérvár FC 2-3. A tabella élén a Ferencváros áll 66 ponttal megelőzve az 55 pontos Puskás Akadémiát. A 39 ponttal 6. Kisvárda szerdán, a szintén 39 ponttal 5. MTK-nál vendégszerepel.